Köszöntöm nézőinket, ez a Bonyhádi Napló a Völgység legfontosabb és legérdekfeszítőbb eseményeivel. Tartsanak velünk! Első alkalommal turnézza végig a Kárpát-medence 10 települését a Brisbane-i Magyar Amatőr Színtársulat. Az Ausztráliában élő magyar színészekből alakult társaság 2007 óta állít színpadra népies, klasszikus komédiákat. A turné első állomása Bonyhád volt. Gyaloglásnál mindenkit elhagy, s hátulra felfelé. Mindenki szuszogós lesz már, mikor neki még meg sem kottyant a járás. De Bodrogi úr, ami a valóságos csoda, táncban leveri az egész ifjúságot. Tamási Áron hullámzó vőlegény című komédiájának színpadi adaptációjával turnézik a Kárpát-medencében a Brisbane-i Magyar Amatőr Színtársulat. Alapítója és a darab rendezője Kovács Lőrinc református lelkész. A mostani darab egy évvel ezelőtt Sydneyben az ausztráliai magyar találkozón debütált, azután még két alkalommal láthatta az ausztráliai magyar közönség. A Kárpát-medencei turnéval most már ők is bemutatkozhatnak a hazai közönségnek, és nem csak ők látják vendégül Ausztráliában az anyaország színészeit. Hazavisszük a hullámzó vőlegény üzenetét Tamási Áron szülőfalujába, Farkaslakára. Az üzenet az, hogy a tisztességes munkának jövőteremtő ereje van. Végül úgy gondoljuk, hogy szükségünk van ezt az üzenetet megerősíteni, visszahozni, hazavinni, és újra meg újra eleveníteni. Utor az kevés van. Hát engedelemmel legyen mondva, nem tudtuk, hogy foglalás lesz, azért van ilyen kevés bútó. Gyártmány neve? De köteles úr, no hát a Úr Jézus Krisztus 3 nappal ezelőtt született. Kovács Lőrinc lelkipásztor a magyar nyelv és kultúra szolgálatát tűzte ki célul, hiszen az emigrációban élő magyarok közösségének az anyanyelv ápolása egyben a magyar identitás és kultúra megőrzését is jelenti. A társulat 2007-ben alakult meg. Akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy jó lenne az egyházi élet mellé kulturális életet is társítani, ugyanis így elérhetők azok az emberek is, akik mondjuk Isten tiszteletre nem jönnének el, ellenben kulturális összejövetelekre, színházi előadásokra inkább eljönnének. Így baráti körömből, ismerősök közül kiválasztottam, felkértem olyan embereket, akiket gondoltam, hogy megfelelnének egy-egy szerep előadására. Miért füstölöd a kár? Keserűbe. Miért nem pofozza meg? Azért, mert nem embőr. Rita 10 éve él Ausztráliában, Marosvásárhelyről származik. A hullámzó vőlegény az első darab, amiben ő is színpadra állt, mint Teréza vagyonos hajadon. A tiszteletes személyesen ismerem, ugye gyülekezetbe járunk, és onnan ismertük egymást, és akkor többször is felvetődött már, hogy csatlakozzak a színtársulathoz. Ez a korábbiakban nem sikerült különböző elfoglaltságok miatt, de most rászántam magam, és milyen jól tettem, nem bántam meg, nagyon élvezem. Ez az első évem a színtársulattal, úgyhogy nagyon izgalmas. Természetesen most már ez az 5. előadásunk ezzel a színdarabbal, és már nagyon-nagyon várjuk ezt az egész turnét. Én szegény üldözött vagyok, de Bodrogi úrnak hasznára leszek. Hát menedéke az én lakásom. Meglássa, jogukra lesz. Mi vagy itt egy szamá, akire mindenki rárakhatja a terhét és nyomorúságát és virágát? Sipos Ilona kezdetektől tagja az amatőr társulatnak, 31 éve él kint Ausztráliában. A darabban Círmos nénit, a kerítőnőt alakítja. Én ehhez hasonló szerepet játszottam már a Móricz Zsigmond Sári bírójában. Én játszottam a bírónét, amikor akkor is ugyanaz Ádámmal együtt játszottunk. Tehát ez nem első alkalom, hogy én a Bodrogival együtt játszok. Tehát ez nem volt olyan nehéz. Azt hiszem, hogy először, amikor 2007-ben megalakult a társulat, az első színdarabban a Sári bírónét sokkal nehezebb volt megformálnom, mint most a Círmost. Az első darabunk a Móricz Zsigmond Sári bírója volt, gondolom mindenki által ismert darab. Bíróválasztás, intrikák, szerelem,
Igazán nagy sikert értünk el Ausztrália minden nagyvárosába, előadtuk. Egy adott pillanatban mindenki rólunk zengedezett, meg a Sári bíró hum-hum-hum éneket zengedezte. Cimosi, adjon egy cigarettát. Hát egy sincs itt van, Bodrogi úr. Gumics! Nem adhatok, mert nincs. Kinti magyar közönség nagyon lelkes, tehát általában most már többször körbejártuk Ausztráliát, és eddig mindig teltház volt minden előadásunkon, és bízunk benne, hogy és nagyon élvezték. A színdarabok kiválasztásakor fő szempont a különböző vidékek magyar néphagyományainak, népszokásainak és népviseletének megismertetése és átörökítése. Nem beszélünk magyarul, az angol nagyon könnyen belopakodik a nyelvünkbe, éppen ezért szükségünk van szinte mint levegőre az anyanyelv megőrzésére, használatára, átadására gyerekeinknek, unokáinknak, és ez a színtársulat üzenete is, és szolgálata is, hogy ezt megőrizze, továbbadja, és végül is megmutassuk, hazahozzuk azokat az értékeket, amelyek végül is innen indultak el. Kicsit úgy is mondanám, hogy mi is útravalót hozunk az anyaországbelieknek, de ugyanakkor feltöltödünk, és útravalót viszünk vissza haza, amely útravalóval tovább tudjuk éltetni kulturális életünket. El vagyunk adósodva, tartozunk 2 esztendei háztérre. Munkánk gyümölcsét lefoglalták adóba, és maga szerencsés fordulat. Hát mi jöhet a Pékor úr este után? Nem a hajnali fordulat? A sötét éjfél. De akkor is vannak csillagok? Ej, Cirkus néni. Maga belelátni az én lelkemben, a szívembe. A brisbane-i amatőr társulat mostani turnéját a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság nagyban segítette. Másfél évvel ezelőtt ismerkedtem meg velük, és akkor kezdtük el szervezni azt a körutat, ami most innen indul el Bonyhádról, aztán folytatódik Hertelendi falván, a délvidéken, visszajönnek Magyarországra több helyszínre, illetve utána Erdélyben fejezik be ezt a turnét. 10 előadást tartanak, és én nagyon remélem azt, hogy a közönségre is átragad az a lelkesedés, amilyen lelkesedéssel ők megszervezték ezt a körutat, illetve készültek arra, hogy előadják Tamási Áronnak ezt a darabját. Bodrogi úr! Házasodjék meg! Tessék! Azt mondtam, hogy házasodjék meg! Vegyen el egy jómódú hajadon, rendes hozománnyal! Abból fizesse ki az adósságait, és a megmaradt pénzből pedig kezdje újra az életet! Nagyon élvezem, tehát elindult az adrenalin, hogy ez a hatalmas dolgot végigvittük, mert ezt terveztük 2-3 éve, hogy lesz a magyarországi túra. Utolsó pillanatig mindig újabb akadályokat kellett legördíteni, de végre összejött, úgyhogy ez egy hatalmas nagy löket volt, hogy mikor mindenki megérkezett Budapestre és elindult a túra. Minden közösségben, ahová megyünk, volt egy-egy kapcsolópont, vagy valamelyik színésznek a szülőfalúja, a szülővárosa, vagy pedig például Gödöllő az jelképesen számunkra, az lesz azt hiszem egyik legszebb helyszíne az előadásainknak, a Gödöllői kastély. Tetszik azt tudni ugyebár, hogy Bodroginak én vagyok a házigazdája. Hogy? Na kérem, 2 esztendeje alatt Bodrogi úr az én házamban, ebben. És a 2 esztendő alatt a mai napig nem fizetett nekem egyetlen fillért sem. Ha olyan ember volnék, én is megtehettem volna, hogy lefoglaltatom, amilyen Bodroginak van. Lukács József a Bonyhádi Művelődési Központ igazgató helyettesének munkáját és szervezését nagyban dicsérte a vasárnapi premier. A város vezetése is nagy örömmel fogadta a társulatot és a darabot egyaránt. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ezt nem hittem volna. Tehát az, hogy a világ másik feléről tőlünk 12-13 órányi repülőútra lévő magyar közösségnek egy olyan előadását láthatjuk, amit talán Bonyhádon még nem is volt sohasem a Bonyhádi színpadon. Ez valóban nem, szinte hihetetlen. Köszönhetjük ezt annak a politikának, ami 2010 óta a nemzetpolitikában
megfogalmazódik, mégpedig, hogy a nem hagyjuk elveszni nemzettestvéreinket, sem a határon túl, sem a diaszpórában. Bonyhád után a színészek a délvidéki Hertelent falvára, majd Kocsra, Paksra, Gödöllőre, a felvidéki Rímaszombatra, Székelykeresztúrra, Marosvásárhelyre és Nyárádszerdára látogatnak el. Szeptember végén utolsó állomásként Tamási Áron szülőfalujában Farkaslakán mutatják be a Hullámzó vőlegény című darabot. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte a Bonyhádi Képzőművészeti Kör, de nem csak egykori és jelenlegi tagok, barátok, ismerősök voltak ott a kiállítás megnyitóval egybekötött ünnepen, hanem a város vezetése is háláját és elismerését fejezte ki az emberöltőket átívelő művészeti kör és mindenkori vezetőinek munkája előtt. A Bartók Béla Zeneiskola ifjú növendékének és tanárának játékával kezdődött kedden a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban az ünnepség. 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a Bonyhádi Képzőművészeti Kört, mindenkori tagjait és vezetőit. Filóné Ferenc Ibolya polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, akik a képzőművészeti kör tagjai lehettek valaha is, egészen más szemüvegen keresztül nézik és látják a világot. Ez a mai alkalom igazi ünnep nem csak a kör tagjainak, hanem a városnak is, mondta a polgármester. Sorba vettem azt a, hát 70 évet nem, de közel 50-et, de 45-et biztosan, amit én már Feri bácsival eltöltöttem a saját életemben. De mielőtt ezekre a gondolatokra térnék, hagyd legyek rendhagyó módon, hagyd tegyek fel innen kérdést. Meg szeretném kérni a jelenlévőket, hogy tegye fel az a kezét, hogyha szépen megkérdem, aki valaha vagy most jelenleg szakkörös volt. Ilyenkor a testi repülésen azt mondjuk a látható többség, és akkor átmegy a szavazás. Mert hogy a jelenlévők, és ebben biztos, hogy ez így lesz, hiszen a mai ünnep, a mai születés kiváló alkalmat teremt azon túl, hogy megköszönjük a Feri bácsának az elmúlt közel 50 esztendőt, hogy generációkon keresztül, 6 éves kortól, fiatal és mind fiatalabb felnőtteken keresztül nemzedékeket tanított meg egyfajta látásmódra, és minden másra tavaly májusban ünnepeltünk szintén egy civil szervezetnek az 50. jubileumát, az jelesül a Faludovira utazó klubja volt, utána ebben a teremben ugyanilyen szép számmal jöttünk össze, és már akkor elgondolkodtatott, hogy milyen értékeink vannak itt ebben a kisvárosban, hogy egy civil szervezet élet, mert egy magánember életében is jelentős időszak, akár 50, akár 70 év, van, aki meg sem éri. De hogy egy civil szervezet, egy kör, egy klub életében mit jelent ez a 70 esztendő, szerintem azt igazából nem is tudjuk felfogni. A másik teremben minden készen állt a vendégek fogadására, ahol kötetlenebb hangulatú beszélgetésekre is lehetőség nyílik. A város vezetése, hiszen születésnapra nem szokás ajándék nélkül érkezni, pazartortával lepte meg a vendégeket, ez is már az asztalon felterítve várakozik, de egyelőre térjünk vissza a díszterembe. Az ünnep egyben kiállítás megnyitó is volt. A falakon egykori és jelenlegi alkotótagok munkáiból válogattak. Kovács Ferenc, Prima Díjas festőművész tanár 48 éve vezeti a képzőművészeti kört Bonyhádon. 70 év azért az egy emberöltő. Az alatt sok minden történik. Nyilván, hogy nagyon sok ember megfordult a képzőművészeti körbe, és különböző technikában, különböző felfogásban készítette a képeit a társaság, és azért ilyen változatos. Kortól is függ nyilván a felfogástól, foglalkozástól, és ezért lett ez, hogy különböző technikával, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy érdekes korkép ez a 70 évről, amit itt látunk. Talán a legeslegrégébb és folyamatosan működő bonyhádi csoportról beszélünk. Horváth Olivér alapította ezt a kört. Ő a gimnázium tanára volt 1940 és 59 között.
48-ban alapította ezt a képzőművészeti kört, nagyon fontosnak tartotta az esztétikai nevelést, és azt is fontosnak tartotta, hogy tehetséges amatőrökkel tudjon dolgozni, és őket fejleszteni tudja. Így jött létre akkor 1948-ban a Művelődési Ház támogatásával a képzőművészeti kör. Később ebbe a munkába bekapcsolódott Palkó József művésztanár. A vezetők sorába őt Lőrinc Vitus követte, majd Kertes Kolman Jenő, és immár 48 éve Kovács Ferenc festőművész tanár. Amikor ezt a 70 évest kigondoltam, akkor arra, hogy is mondom, összpontosítottam, hogy egyszer tiszteletet adjunk a régi vezetőknek, a régi alkotóknak, azután tisztelegjek azok előtt, az alkotók előtt, akik valamikor jártak a körbe, de már nem járnak, de folytatják az alkotó munkát, és nyilván tisztelegni akartam, és menedzselni akartam az jelenlegi tagokat. A kör feladata és célja az önkifejező, önmegvalósító képzőművészeti alkotómunka lehetőségeinek biztosítása, támogatása, kifejezési eszközeinek feltárása. Nagyon büszkék vagyunk a csoportra. Én azt gondolom, hogy Bonyhád hálás lehet, hogy van olyan alkotó közössége, akik közösségben is ceruzát, tollat ragadnak, és úgy alkotnak, és azt gondolom egyébként, hogy a mindenkori vezetőnek kicsit nehezebb is összetartani egy ilyen közösséget, mint mondjuk egy zenekart vagy egy énekart, mert itt olyan egyéni alkotások születnek, amiket ha kiakasztanak mondjuk a farot, mindenki saját maga kell vállalja, hiszen az ő neve van kiírva, de azt gondolom, hogy a vezetők és a mindenkori vezetők, akik igazi nagy egyéniségek voltak is, mind kiállító művészek, és ezt a feladatot nagyon nagyszerűen tudták teljesíteni az elmúlt évek alatt, és mi most büszkén vállaltuk ennek a kiállításnak a bemutatását. Jelenleg 22 tagja van a képzőművészeti körnek Bonyhádon, különböző korú, felkészültségű és más-más kifejezési módot, technikát alkalmazó felnőttek. Van közöttük nyugdíjas, vannak, kik a munkájuk mellett tanulják, művelik az alkotó tevékenységet. A jubileumi kiállítás szeptember 28-áig tekinthető meg a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Bonyhád ismét csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése többek között. A városban szeptember 19-én szerdán autómentes napot tartanak a Széchenyi István általános iskola előtti parkolóban. A programok között szerepel kerékpáros ügyességi bemutató, kressz sátor, különböző vetélkedők, felvonulás és koncert is. A helyszínen véradásra is lesz lehetőség. Most még az autók foglalják el a Széchenyi István általános iskola előtti parkolót, hamarosan azonban a megszokást hátrahagyva, egy napra legalábbis a komfortzónánkon kívüli területekre merészkedhetünk. Idén szeptember 16 és 22-e között 17. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet. Ez egy európai kezdeményezés, amely a környezetbarát és fenntartható közlekedési formákat kívánja népszerűsíteni. Bonyhád Városi Önkormányzata 2018-ban is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, mint minden évben. A város 2018. szeptember 19-én szerdán a Széchenyi István általános iskola parkoló zárja el a forgalom elől, és itt rendez szemléletformáló, környezetvédelmi és szórakoztató programokat. Ezek a képek még 2016-ban készültek, akkor is rengetegen pattantak bringára, ugyanezen apropóból, programokból idén sem lesz hiány. Egy kis frissítő reggeli zumba után egy gyalogos felvonulás veszi kezdetét, majd a helyszínre visszaérkezve lehetőség lesz trükkös kerékpárok és Segway kipróbálására is. Ez alkalommal ismét városunkba hívtuk a kresszsulit, ahol a tanköteles óvodások és az első osztályos gyerekek ismerkedhetnek imitált közlekedési szituációkban a közlekedési szabályokkal. A kresszsátorban interaktív kressztest segítségével sajátíthatják el a közlekedési szabályokat a kisiskolás gyermekek.
A rajzsátorban pedig az aznap kiírásra kerülő Életünk a víz rajzpályázatra készíthetik el a pályamunkákat az iskolások. 14 órakor veszi kezdetét a nap fő attrakciója, a kerékpáros felvonulás, mely során a várost megtöltjük kerékpárosokkal, és így felhívjuk a figyelmet az alternatív közlekedési formákra. A kerékpáros felvonulást követően újabb szórakoztató program következik, amikor is a Hegesó extrém akrobatikus kerékpárosai veszik át a terepet, és ezután tombola sorsolás fog következni a regisztrációnál kapott tombola jegyekkel. A nyári Mozdulj Bonyhád programok pontgyűjtő eredményhirdetése is ezen a napon lesz. A rendezvény zárásaként 4 óra után a Csurgó zenekar szórakoztatja majd a közönséget itt az iskola előtti placon. Mint minden évben, ezen a napon is ingyenes helyi járatos közlekedést biztosít a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ, illetve ingyenes lesz a gyors szerviz a kerékpároknak, illetve a rendőrség lehetőséget ad a helyszínen a kerékpár nyilvántartásba vételre. A helyszínen délután 2 és 4 óra között véradásra is lesz lehetőség. Mindemellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a rendezvényel egy időben 14 órától 16 óráig a Széchenyi István Általános Iskola biológia termében véradásra lesz lehetőség. Ne feledjük, hogy egyetlen véradó egy alkalommal leadott vérmennyisége akár 3 ember életét is megmentheti. Úgyhogy ezúton is kérjük, hogy aki teheti és lehetősége van rá, az így segítse embertársait. Az ökoprogramokon szintén aznap a környezettudatos magatartásról tudhatnak meg többet a résztvevők a különböző játékos feladatokon és bemutatókon keresztül. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, az őszi napsütéses időjárás is hozzájárul majd ahhoz, hogy 19-én szerdán egy tartalmas és tanulságos napot tölthessenek együtt gyerekek, felnőttek egyaránt. 7. helyen végzett az Izraelben zajló nyílt vízi úszó junior világbajnokságon a PSN ZRT 16 éves tehetsége a bonyhádi Balogh Vivien. A 7,5 kilométeres távon a legjobb 8-ban akart végezni, ezt sikerült teljesítenie. ...150 hossza medencében. Ennyit úszott Balogh Vivien a korosztályos nyíltvízi világbajnokságon Izraelben. Ráadásul nem is akárhogyan, hiszen a PSN ZRT kiválósága a mindössze 16 éves sportoló a 7. helyen végzett. Előtte a korosztályos Európa-bajnokságon 12. lett. Kiskorom óta járok Balaton átúszásra, nem minden évben, de eddig 3-szor úsztam át a Balatont. Egyszer a legfiatalabb voltam, akkor 7 éves voltam. És már úgy akkor egy kicsit így megtetszett, és akkor 2014-ben Balatonfüreden 2021 métert kellett úszni, és akkor nagyon megtetszett ez a balatoni közeg, ugye akkor már 12 éves voltam, és akkor már úgy érzékeltem, hogy mi a különbség a medence és a nyílt víz között, és úgy az egész hullám meg az egész más közeg jobban megtetszett. A bonyhádi származású Vivien nevelőedzője már látta, hogy a sportoló a hosszabb távú, nyílt vízi versenyeken érhet el kimagasló eredményt. Az úszó ugyanis nem robbanékony, de jól tudja tartani az iramot akár kilométereken keresztül is. Most az edzőmmel erre fogunk különösen figyelni. Ugye eddig Velencében úsztam, tehát nyílt víz annyira nagy hangsúly nem fektettünk, de ebben az utóbbi 3-4 hónapban már sokkal jobban mindenre odafigyeltünk, ami nyílt vízen fontos lehet. Úgyhogy most kamatoztatni is fogom, amit a 3 hetes edzőtáborban tanultam Balaton-Amáliban. Vivien szerint a kontinens viadalt kicsit elizgulta, ráadásul a világbajnokságra már megismerte európai ellenfeleit. Nem izgultam annyira, és az európai mezőnt már jobban felismertem, ugye rajtistából, és sokkal összeszedettebb voltam. Nyilván attól is függ, hogy milyen képességgel kell menni, hogy a mezőn mennyire megy el. Szóval például most világbajnokságon már az elején robbantani kellett, Máltán ez nem így volt, itt teljesen más volt az egész helyzet,
úgyhogy máshogy is alkalmazkodtam. És nyilván a többiekre nagyon kell figyelni, hogyha nem szabad őket elengedni sem, úgyhogy kellett velük végigmenni. Túros Máté edző rendkívül örül tanítványa sikerének, de mint mondja, ő mindig előre tekint, és már a következő cél lebeg a szeme előtt. Világbajnokság előtt egy 3 hetes edzőtáborban Balaton Fűszfőn edzettünk a Vivivel. Ott szerencsére nagyon sokat tanult és nagyon sokat tudott fejlődni. Nyilván ezt előre megjósolni nem lehet, meg nem is szoktunk ilyen nagy dolgokba belemenni, de ez mindenképpen szép eredmény. Július közepén volt az ifjúsági Európa-bajnokság, azután egy-két nap pici pihenő és már a munkába rögtön bele is álltunk. Ott hát a nagyon sok méterszám volt a lényeg, hogy a 7500 méteres távra fel tudjunk készülni. Augusztus közepén pedig, amint említettem, a fűszfői edzőtáborban még nagyobb hajtás volt, és csak erre a versenyre készültünk. Mindig csak előre tekintünk, és egyre nagyobb sikereket szeretnénk elérni. Hát nyilván az ifjúsági Európa-bajnokságon és világbajnokságon szeretnénk még jobb helyezéseket, akár dobogóra is számítanánk a későbbiek során. Ezzel a két nagy versennyel vége is Vivien idényének, most jól megérdemelt pihenőjét tölti. Októberben kezdi el a felkészülést a 2019-es versenyekre, melyeken az edzője szerint akár érmet is szerezhet. Mára köszönöm figyelmüket, új adással jövő pénteken jelentkezünk, addig is az interneten és közösségi oldalunkon egyaránt visszanézhetik műsorainkat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!